Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az aktuális channeling. Röviden elmondanám azt, hogy hogyan jutottam ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, amikor nagyon szomorú voltam, és a Biblia hitem adott erőt számomra. Olyan hirtelen jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és úgy, mint egy ingával üzeneteket kaptam a Bibliából, és bizonyos gondolatokat, ami nem is az én saját gondolatom volt, hanem ezt is úgy kívülről kaptam. Azóta kommunikálok ezzel a forrással, és ezt szeretném megosztani veletek. Természetesen megvan arra is a lehetőség, hogy egy ilyen személyes channelinget kérj. A díjam, mint energiai egyensúly, 4000 forint, és e-mailen keresztül kereshetitek velem a kapcsolatot. Hogy milyen üzenet jön, nem tudom, hiszen ezt én is megkapom kívülről, vagy belülről, ebből a forrásból. És én most indítanék, mi a Biblia üzenete. Még mindig a nyakláncot használom, és nem az ingát. Valaki közeledik hozzád, és megbízhatsz ebben a személyben. Vannak nálad bizonyos gondolatok vagy tervek, ez megvalósítható. Valaki kérdez tőled valamit, és te adod majd a választ. Itt egy döntésről, vagy egy új irányról van szó. Valaki hamarosan közöl veled valamit, és hallgasd ezt meg, mert fontos számodra. Valamit szeretnél eladni, vagy vásárolni. Ez hamarosan sikerülni fog. Van valaki a közeledben, aki szomorú és sokat sír. Nem beszél erről, de te ezt így érzed.
Ne említsd ezt meg, de figyelj oda rá. Amit tenni tudsz, jelenleg légy türelmes. És légy biztos a dolgaidban, minden magától fog most alakulni. Az otthonodban és a családban lesznek újdonságok. Majd valaki közeledik és beszámol erről. A jó Isten üzenete, hogy legyen meg a bizalmad. És ez volt az aktuális üzenet a Bibliából. Köszönöm a figyelmeteket, és kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!